Különböző feliratok, nonfiguratív ábrák csúfítják el a kölcsei lakótelep házainak falát, de nem csak itt, hanem a Mérei utcában is számos házfalán lehet graffitiket látni. A falfirkákkal négy fiatal kívántak kifejezni önmagát, ám azzal nem számoltak, hogy az úgynevezett művész nevük leleplezik őket. Ügyükben a Szekszárdi járásbíróság most hozott ítéletet. A Szekszárdi járásbíróság jogerősen négy vádlottat ítélt el többrendbeli rongálás vétsége miatt, azért, mert a vádlottak 2016 nyarán Szekszárd belvárosában különböző épületeket firkáltak össze, úgynevezett graffitikkel. A tettenérésükre úgy került sor, hogy minden egyes falfirkára elhelyezték a saját művész nevüket, egy feliratot, amely alapján a rendőrség be tudta őket azonosítani. A bíróság a négy férfit rongálás büntettében bűnösnek találta, és 312 óra közérdekű munkára ítélte, valamint helyt adott a sértettek kártérítési igényének is. A négy fiatal közül van, akinek mindössze 30 ezer forintot kell kifizetnie, másnak több mint 120 ezer forintot. Ezentúl le kell takarítaniuk a graffitiket a Mérei utcában, a Kölcsei lakótelepen és a Szentgyörgyi Albert utcában található társasházak faláról az év végéig. Így döntött a bíróság. A férfiak a falfirkákkal összesen 2 millió 700 ezer forint kárt okoztak az ingatlanok tulajdonosainak.